az elmúlt 30 év az MSZP és a Fidesz kormányok közös szégyene, hogy nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek közt az ügynöklisták feltárása, a kommunista vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása, valamint a kommunista luxusnyugdíjak megvonása. Ez a három pont a Mi Hazánk mozgalom legfontosabb antikommunista követelései, programpontjai. Hiszen micsoda farizeus politika például november 4-ére vagy Mansfeld Péterre emlékezni úgy, hogy a rá halálos ítéletet kérő ügyész két évvel ezelőtti haláláig kapta azt a több százezres luxusnyugdíjat Biszku Bélához hasonlóan, amit több más még élő vérbírónak, AVH-s vallatótisztnek a mai napig is folyósítanak. Az MSZMP KB-tag Kovács László is még sokan kapnak alanyi vagy özvegyi jogon kommunista vezetői poszt után luxusnyugdíjat. A pártállami diktatúra vezetőinek nemhogy elszámoltatására, de még a közéletből való kizárásukra sem került sor, átmentették a hatalmukat. Így a KISZ központi bizottságának titkári tisztségéből az állítólagos rendszerváltás után miniszterelnöki székbe is ülhetett Gyurcsány Ferenc. Az ő és más egykori kommunista vezető közéletből való kitiltása érdekében most alaptörvény módosító javaslatot nyújt be a Mi Hazánk mozgalom. A lengyel példa mintájára szeretnénk egy olyan lusztrációs törvényt, mely megtisztítaná a közéletet azoktól, akik az előző rendszer vezetőiként közreműködtek a magyar nép elnyomásában, a kommunista diktatúra fenntartásában. A rendszerváltás árulója az MSZMP utódpártjával való váratlan összefogás miatt immár nem csak az SZDSZ, hanem a Jobbik és az LMP is. A jobboldali ifjúsági közösségből alakult Jobbik alapító nyilatkozatában 2003-ban azt rögzítettük, hogy a párt elsődleges feladata, idézem, a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. De hasonló köpönyekforgatás az LMP útja is, hiszen Gyurcsány Ferenc kormányzása idején alakultak meg lehet más a politika néven, hogy aztán most pont vele fogjanak össze a hatalom mindenáron való elvtelen megszerzése érdekében. Orbán Viktor nemrég úgy fogalmazott, hogy a szabadságtér egyik oldalán áll a német, a másikon a szovjet megszállás emlékműve. Csak hogy míg a német megszállás nagyon helyesen elítélik, addig a szovjet megszállást felszabadulásként ünnepeltetik velünk az emlékművel. Az elvileg tiltott önkényuralmi jelképek dicsőítő megjelenítése olyan, mintha a tér másik végében egy hatalmas horogkereszt állna, dicsőség a szövetséges német hősöknek felirattal, amit nem kívánunk, de a kettős mércét mindenképpen jól jelzi. Ezért a Mi Hazánk mozgalom szorgalmazza a kommunista megszállási emlékmű eltávolításának kormányzati indítványozását, hiszen a kezdeményezéstől számított két év elteltével egyoldalú döntéssel is áthelyezhető volna például a szoborparkba vagy egy temetőbe. A budapesti Szabadság téren 1920-ban a nemzet legnagyobb tragédiájának emlékére egy Trianon emlékműcsoportot állítottak fel. 1945-ben a benyomuló szovjet csapatok ezt a nemzeti emlékhelyünket rombolták le és építették fel a helyén a saját obeliszkjüket, dicsőség a felszabadító szovjet hősöknek felirattal. Annak a szovjet birodalmi hadseregnek a dicsőségére, mely elfoglalta és fél évszázadig megszállva tartotta hazánkat, és amelynek katonái 10 000 számra megerőszakolták asszonyainkat, leányainkat, több 100 000 honfitársunkat hurcolták el Málenki robotra, akiknek nagy része a Szovjetunió lágereiben pusztult el embertelen körülmények között, és amikor az általuk diktált elviselhetetlen rendszer ellen 1956-ban a népünk fellázadt, akkor azt is, szabadságharcunkat is kegyetlen módon tiporták el. A parlamenti pártok ezzel megadták a végső kegyelemdöfést az egész rendszerváltásnak, amelynek alapja éppen az volt, hogy kimondtuk a 45 óta szovjet felszabadítás néven emlegetett esemény valójában megszállás volt.